Na sziasztok, üdvözöllek titeket! Új év, új videó! Egy olyan videót fogok most elkészíteni nektek, amit már régóta tervezek, és szeretnék megcsinálni, csak mindig elmaradt. Így azt gondoltam, hogy így január 1-én megcsinálom. Na de akkor essünk is neki. A videó témája... Ez a kis pici laptop táska lesz. Idézőjelben véve kicsi. Na, de akkor lássuk is, hogy vajon mit rejt. Azt már előjáróban elmondhatom, hogy legalább 10 kiló a szerkezet, ami benne van. És nem mai gyerek. Mivel ez egy laptop. Méghozzá egy régi, nagy és nehéz laptop. Voilà! Szuper masina. Már egy kis átalakítást el kellett követnem rajta. Ugyanis abban a formájában, amiben hozzám került, nem lehetett volna használni, ezért kapott egy ilyen csatlakozót, vezetéket, amivel 12 voltról lehet használni. Egyébként minden más eredeti rajta, billentyűzet, monitor, minden, oldalában floppy meghajtó, különböző perifériák, itt hátul, ha jól emlékszem, nincsen semmi, ja, van egy bekapcsoló gombunk, meg itt ezen az oldalán az eredeti tápcsatlakozója, ami nincs meg. Na de szerezzünk hozzá egy tápegységet és üzemeljük be. Hát első próbálkozásra nem sikerült beüzemelni a gépet, mivel az a tápegység, amivel először használtam, az időközben úgymond megadta magát, tehát fölvillant róla a laptop, de nem indult el. Úgyhogy most rögtönöztem egy másik kapcsolást, amivel el lehet indítani, de mutatom is nektek, hogy miről van szó. Tehát itt jön ugye a 230 volt a konnektorból, belemegy ebbe a töltőbe, ami akkumulátort tölt, most jelenleg 15 voltot ír ki, és hozzá kapcsolódik ez a motor akkumulátorhoz, amiből közvetlenül kapja az áramot a laptop. És remélem, hogy nem vesz fel annyi ampert bekapcsoláskor, hogy szarrá vágja a töltőt, de mindjárt megtudjuk. Jó, laptop bekapcsol. Töltő nem füstöl, csak leesik a feszültség. Tökéletes. Na, rögtön találunk egy LCD kijelzőt, ami megjelennek különböző adatok, meg pittyegések. Egy kicsit kéne rajta állítani, mert ez így eléggé homály. Itt az oldalán van egy kis csúszka, ezzel lehet állítani a kontrasztot. Mindjárt demonstrálom nektek, hogy hogyan. Tehát így akkor eltűnik az összes szöveg, így meg a másik irányba tűnik el, és akkor kb. Ez az a pont, ahol olvasható. Tehát ez egy 286-os BIOS, 1987-es, American Mega Trends Inc., gondolom már nem létező cég. Kapunk benne 1024 kilobyte memóriát, ami ha jól számolom, akkor pontosan 1 megabyte, és egy üzenetet, hogy a BIOS hibákat érzékelt, futtassuk a setupot. Most akkor meg is nyomjuk mindjárt az F1-et, még itt ezt megmutatom nektek. Ez nem tudom igazából, hogy mi. De akkor nyomjunk neki egy F1-et. One to run setup Y, vagy hát nyomunk egy Y-t. Jobban mondva, ezen a Z-t kell megnyomni. És egy Enter. Akkor már is tölti be a CMOS setupot. Enter new date. MDY, tehát hónap, nap, év. Be kell írni.
ebbe a formátumba. Na, ezt mindjárt meg is teszem. Na, meg is tettem a formátumnak a helyes beírását. 2024 első elsője, nyomunk egy entert. Oké, meg kell adni az óra percet. És akkor így most már el akarná kezdeni betölteni az operációs rendszert, de ehelyett azt írja ki, mutatom nektek. Non-system Discord disk error, replace and press any key when ready. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy a Winchesterről nem tud bootolni. Semmi probléma, akad itt nekünk egy kis plusz segítség a laptop táskában. Innen ebből vettem ki. Ez egy laptop users manuál, amit hogyha kinyitok, akkor van benne egy kis floppy lemez, méghozzá egy Maxell floppy, egy MS-DOS Operating System 3.30A, illetve egy GB Basic Interpreter, nem tudom mi, de majd meg fogjuk nézni. Elvileg erről a floppyról fogjuk tudni bootolni a gépet. És mindezt társul egy vaskos kézikönyv is, és ha jól látom, más nem. Ja, meg még a laptop táskában volt ez a két egérke, de ezeket nem hiszem, hogy fogjuk tudni használni. Méghozzá főleg ezt, amelyik ugye optikai egér, aztán ki tudja, majd meglátjuk, de most maradjunk csak ennél a kis könyveskénél, ami nagyon sok információt rejt. Mindjárt megkeresem azt a részt, ami nekünk kell. Na, most betettem ezt a floppyt, ugye, és valamit csinál is vele. A képernyő egyelőre még üres, de úgy hallom, hogy nagyon dolgozik a gép, és már írja is, hogy aha, kéri az évet meg a... Ja, hát amit meg beállítottunk az előbb, azt kéri újra. Na, így, hogy megadtam neki újra a dátumot, meg az órát, így most belépett a Microsoft MS-DOS 3.30-ba, 81-től 87-ig, tehát gyakorlatilag több mint 30 éves a szerkezet. Itt mutatja, hogy zalmeghajtón vagyunk, nyomunk neki egy C2.Enter-t. És akkor itt láthatjuk, hogy Invalid Drive Specification, a D2-ös pontra is Invalid Drive Specification, tehát nem tud átlépni másik meghajtóra, valami miatt nem érzékeli, hogy milyen Winchester van benne, ezt be kéne állítani, hogy használható legyen, de akkor nyomunk neki egy dirt. És akkor itt látjuk, hogy 71 fájl van ezen a lemezen, köztük LCD mód, meg HDD sleep, meg mindenféle readme is van, meg különböző konfigurációs fájlok, van minden. Na, adtam neki egy dir per W-t, így akkor a fájlokat egymás mellett oszlopokban írja ki, hogy mik vannak ezen a Winchesteren, és én amondó vagyok, hogy innét ebből a sokból a chkdsk.com-ot el kell indítani. Check disk, az talán kírja, hogy milyen HDD van benne. Itt akkor már is kapunk egy rakat információt. Azt mondja, volumer 150, created november 10, 90, 10 óra 43 perc. 1.457.664 byte total disk space, 52.736 bytes in 3 hidden files, 75 helyett 750.080 byte in 71 user files, 654.848 bytes available on disk. Tehát ez azt jelenti, hogy a floppy meghajtót ellenőrizte el a check disk, tehát nem vagyunk előrébb, valahogy a HDD-t fel kéne ébreszteni. Amit sajnos nem sikerült megtennem így egy óra próbálkozás alatt. Viszont a pozitívum, hogy ez a kis laptop, kicsi laptop,
működik, így több mint 30 év táblatából is. Ebből is látszik, hogy milyen jó cuccokat csináltak annó. Használni már nem sok mindenre lehet, mert még hogyha a vinyó működne is benne, akkor mire használna az ember a mai korban egy 286-os laptopot. De úgy érdekességképpen nagyon jó, hogy van. Nagyon-nagyon ritkán elővenni, mint azt már említettem a videó elején is, hogy hónapok óta tervezem, hogy készítek róla videót. És remélem, hogy ti is érdekesnek találtátok, és tetszett nektek ez a kis évelei videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok, mindenkinek minden jót, sziasztok!